Hideg a reggel, ázik a táj, emberre, állatra rossz idő jár. Itt a november, fütyül a szél, vadludak sírnak, szitál a dér. Károg a holló, búsulni kár, jövőre eljön majd újra a nyár. Juhász Magda versével köszöntöm a Városi Televízió nézőit. Novemberi első adásunkban is az elmúlt napok eseményeit foglaljuk össze önöknek. Mielőtt elkezdenénk a legfontosabb hírekkel, kérem tekintsék meg képes ajánlónkat. 10 éves projekt zárult le azzal, hogy ünnepélyes keretek között is átadásra került a 68-as út elkerülő szakasza. Több mint 440 ezer forint ösztöndíjat osztott ki a Nagyatádi Diákokért Alapítvány. Elkészült a járási esélyteremtő programterv. A záró konferencián ismertették a legfontosabb elemeit a projektnek. Adásunk vendége Kincses Kinga lesz, akivel a Nagyatádrinya Mentett TDM Egyesület munkájáról beszélgetünk. 150 óvodás vett részt egy gyermekszínházi előadáson a kulturális központban. Lovas túra, díjlovagló verseny és tökfaragó délután is szerepelt a Csillaglovastanya programjai között október végén. A 498 évvel ezelőtt történt eseményekre emlékeztek az evangélikus templomban a protestáns gyülekezetek tagjai. Klafa címmel nyílt faszobrászati kiállítás a Kulturális Központ kiállító termében. 12-13 éves fiataloknak rendeztek megyei focitábort Nagyatádon, ahol szakemberek segítségével különféle gyakorlatokat végeztek a gyerekek. Társadalmunk vendége Jakab László Tibor református lelkipásztor lesz, akivel a reformáció ünnepéről beszélgetünk. 2,3 milliárd forintból épült meg a 68-as út elkerülő szakasza, mely Nagyatádot északkeleti irányból kerüli meg. Az utat ünnepélyes keretek között adták át a személy és a teherforgalomnak. 10 évvel ezelőtt kezdődő projekt zárta az elmúlt napokban Nagyatádon azzal, hogy ünnepélyes keretek között is átadásra került a 68-as út elkerülő szakasza. 2004 áprilisában készült el az engedélyes terve ennek az elkerülő útnak, és ezt követően folyamatosan azon dolgoztunk, hogy ennek az útnak a megépítése szerepeljen a közlekedésfejlesztési tervek, programok között, amik ugye az országos közúthálózat fejlesztését szolgálták. Sikerült azt elérni, hogy folyamatosan a megépítendő utak, elkerülő utak között volt. 2009-ben kapta meg ez az út az építési engedélyt, és hát most pedig itt állunk és elkészült. A város szempontjából nem csak nagyságrendje miatt kiemelkedő a beruházás, folytatta Orma István. Az út 2,3 milliárd forintba épült meg, melynek hatását már az átadást követően érezhették a nagyatádiak. Az azonnali közvetlen hatása az, hogy a nagyatádiak mindennapjait fogja könnyebbé tenni, kényelmesebbé tenni, hiszen csökken a forgalmi zsúfoltság a város belső területén, csökken a balesetveszély, a légszennyezés, egy nyugodtabb közlekedési helyzet alakul ki a belső útjainkon. A munkákat a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT megbízásából a Közgép ZRT és a Strabag végezte. 6100 járműegység per nap forgalom megy át a 11000 lakosú Nagyatádon. Ez ugye egy nagy forgalomnak számít, hogyha még beleszámítjuk a nehézgépjármű forgalmat is, akkor ennek az elkerülőnek az átadásával mind környezetvédelmi, mind balesetveszélyeségi szempontból javulni fog ugye a 68-as út, illetve a Nagyatád térségének a közlekedése. Azt lehet mondani, hogy ez egy második ütem, hiszen a marcali elkerülő átadásával már lehetett csökkenteni a menetidőt Nagyatád és az M7-es autópálya viszonylatában. Mi úgy gondoljuk, hogy ennek az elkerülőnek köszönhetően, illetve a marcali elkerülőnek köszönhetően, hogy 5-10 perccel csökken a menetidő 68-as út viszonylatban, illetve biztonságosabb és környezetbarátabb lesz a jövőben. A cég kommunikációs igazgatója az út legfontosabb paramétereit is megosztotta a jelenlévőkkel a rendezvényen. Műszaki tartalom kialakítását tekintve kétszer egysávos, 90 km/h tervezési sebességi útszakaszról van szó. A műszaki tartalom tekintetében érdemes megjegyezni ugye a Rinyapatak feletti hidat, amely ugye az egyik felüljárója ennek a szakasznak, illetve azt a két körforgalmat, amelyet a kezdő és a végpontban alakított ki a kivitelező, két buszöbölkorszerűsítés,
telepítés történt, és mint egy 20 ezer cserjét és 700 fát telepítettünk, ugye a természeti értékeink védelmében is, ez is fontos a beruházó számára. Százfalvi László szerint történelmi jelentőségű pillanathoz érkezett Nagyatád, s vele együtt a dél-somogyi térség is. Nyilvánvalóan tudjuk azt, hogy egy hátrányos helyzetű térségben élünk, és rendkívül fontos az, hogy föltárjuk ezt a térséget a gazdasági fejlődés számára. A gazdasági fejlődésnek az egyik fontos motorja normális és jó közlekedés, és azt gondolom, hogy amennyiben tovább tudjuk folytatni, már pedig minden szándékunk az a következő esztendőkben, hogy az egész 68-as út, mint a tulajdonképpen ennek a nagy térségnek, a választókerületnek a gerince, ez fel legyen újítva, akkor azt gondolom, hogy egy óriási lépést tettünk annak érdekében, hogy a térségnek a gazdasága tudjon fejlődni, hiszen részben az ipar területén, részben pedig a vidék fejlesztés területén, részben pedig a különböző termékfeldolgozó cégeknek a telepítése területén rendkívül fontos, hogy jó közlekedés legyen a térségben. Én azt gondolom, hogy ma egy fontos lépést tettünk, a következő feladatot is kijelöli természetesen ez a mai nap, az pedig az, hogy folytatni kell. Az avató ünnepségen Kis Antal is részt vett, aki reméli, a beruházás létrejöttével ismét virágozni fog Nagyatád. Az elkerülő út nem azt jelenti, hogy továbbra is elkerülik a beruházások Nagyatádot, hanem éppen, hogy megtalálják. Ez egy nagyon fontos üzenet ennek a mai átadásnak, illetve az, hogyha már van egy szép város, hiszen Nagyatád most már mondhatjuk azt, hogy európai szinten is virágos és kedves, szép település, amit nagyon sokan ismernek a sportrendezvények és egyéb különböző kulturális akciók nyomán, de a virágos városból ideje lenne, hogy újból virágzó mezővárosi központ és település legyen Nagyatád. Jó magam is, országgyűlési képviselő úr is, azon leszünk, illetve a megyei vezetők, hogy megtaláljuk azokat a beruházásokat, újraindítási lehetőségeket, amik most már nem csak egy szép várost, hanem egy működő, gazdaságilag is jól teljesítő település fognak Nagyatádként a térképre rajzolni. Bíró Norbert, a megyei közgyűlés alelnöke sokat segített a beruházás során mind a kivitelezőknek, mind a városnak. Nagyon bízunk benne, hogy ezen a súlyosan hátrányos helyzetű térség számára 2,3 milliárd forintos beruházás az a fejlődés útját biztosítja a térség számára. A mostani helyzetben meg pláne, amikor a határokat ismét lezárták, és a 25 évvel ezelőtti kellemetlen állapotok álltak elő, remélem ideiglenesen, és bízom benne, hogy ez a beruházás ez Nagyatád fejlődését fogja biztosítani. A városon átmenő forgalom lecsökkenése miatt a belvárost gyógyhelyé minősíthetik, mellyel egyéb előnyökhöz juthatnak a nagyatádiak, hangzott el a rendezvényen. A gyógyhely egy minőségi kategória, és nyilván a gyógyfürdőhöz kötődik. Ez egy új lehetőség, egy új perspektíva a mi számunkra, tehát ezt is szolgálja például ennek az elkerülő útnak az átadása. A beruházással újabb fejlesztések megvalósítását tervezi a polgármester, aki szeretné a várost délnyugati irányból elkerülő szakaszt is megépítetni. Indokolt folytatni ennek az elkerülő út hálózatnak az építését, amelynek az első szakaszát elkezdtük előkészíteni, ez a Taranyi-Berzencei utak összekötése. Ezzel egy másik irányból a teherforgalom átirányítása a városközpontból erre az átkötő útra, és aztán a Berzencei-Somogyszobi utat összekötni ezzel a körforgalommal, ami ugye a 68-as úton itt északi oldalon van. Ez a hosszú távú tervünk és programunk. Emellett a 68 út teljes hosszának a felújítását is szorgalmazni fogja Orma István. A dél-somogyi térségből egészen ugye a határszélről az M7-es autópályára irányul a gépkocsi forgalom legjelentősebb része, hiszen ez az autópálya az, ami tovább tud vinni bennünket, amikor autóval valamilyen célállomás irányába megyünk. Ezért fontosnak tartom azt, hogy a 68-as út teljes hosszában felújításra kerüljön. Most balesetveszélyes, lassan lehet rajta haladni. Az a célunk, hogy szorgalmazzuk, kezdeményezzük azt, hogy a 68-as út minél előbb teljes hosszában a határ széltől az M7-es autópályáig felújításra kerüljön. A 68-as út elkerülő szakaszának átadásával az M7-es autópályától Marcali és Nagyatád érintése nélkül el lehet jutni Barcsig. Én azt gondolom, hogy a szó átvitt értelmében is és szorosan vett értelmében is jó úton járunk.
bízom abban, hogy ez az elkerülő út úgy szolgálja majd a nagyatádiakat is, itt a Dél-Somogyban élőket, hogy valóban hasznunkra válik. Én úgy gondolom, hogy így lesz. Egy tudatos fejlesztés valósult most meg. 2004-ben pontosan ezekkel a célokkal indítottuk útjára ezt a fejlesztést. Azt kívánom mindenkinek, hogy ezen az új nagyatádi elkerülő úton balesetmentesen autózzon és közlekedjen. A szalagátvágást követően a meghívottak hajtottak végig először a több mint 4,1 kilométeres úton, melyen azóta már teherautók is közlekednek, így csökkentve az átmenő forgalmat a Rinyaventi településen. Évente két alkalommal oszt ösztöndíjat nagyatádi főiskolai és egyetemi hallgatóknak a Nagyatádi Diákokért Alapítvány. Az őszi osztáson 23-an részesültek támogatásban. 23 évvel ezelőtt, 1992-ben hozta létre Nagyatád város önkormányzatának képviselőtestülete a Nagyatádi Diákokért Alapítványt. Azzal a céllal, hogy támogatást nyújtsanak főiskolai, egyetemi hallgatóknak tanulmányaik folytatásához. Nyújtsunk segítséget adottak a gyerekeknek, fiataloknak, most fiatal embereknek, akik egyetemre főiskolára járnak nappali tagozaton, és hát a költségeik bizony jóval magasabbak, vagy megterhelően magasak a család jövedelmeihez képest. Hát ezért vagyunk és voltunk most itt, és ez a segítséget hála Istennek az önkormányzat támogatásával, amely hát azért fő sponzor ennek az alapítványnak, meg tudtuk oldani, most már 23. év, ahogy mondtam. A rendezvényen dr. Gara István mellett Orma István polgármester is részt vett, aki röviden ismertette, milyen fejlődéseken ment keresztül a város. Jó helyen élünk, Nagyatádon élünk, és hát örülök annak, hogy találkozhattunk egymással, és remélem, hogy még ez folytatódni fog. Mi támogatjuk, segítjük ezt az alapítványt, önöknek meg jó tanulást, jó egészséget, sok sikert, sok boldogságot kívánok. A programon arról is beszámolt a jelenlévőknek a kuratórium elnöke, kik és milyen feltételek figyelembevételével döntenek, hogy hányan részesülhetnek támogatásban az adott fél évben. 9 szavú kuratórium dönt, természetesen ennek nagy része a kuratórium a pedagógusokból áll, sok mindenkit ismernek, sok mindenkinek a tanulmányi és családi előéletét ismerik, és hát nagy segítséget tudnak nyújtani abban, hogy lehetőleg jó döntést hozzunk. A 2015-2016-os tanév első fél évében 26 hallgató nyújtotta be pályázatát. Ebből 23-at tudtunk segíteni az anyagiakban, 445 ezer forintot osztottunk most céllyel. Ez a 15 és 30 ezer forint körüli összeg, ebbe beleszámít elsősorban a tanulmányi eredmény, de hát ugye nem tudunk eltekinteni a családi teher nagyságától sem, tehát azért a szociális helyzet is bejátszik nem is kicsit ebbe a mérlegelésbe, amit a kuratórium végez. Az ösztöndíjátadás után még válthattak pár szót a polgármesterrel és a kuratórium elnökével a főiskolai egyetemi tanulmányaikat végző diákok, akiket a következő fél évben is szeretne majd támogatni az alapítvány. Húsz éves a Dóló pizzéria és étterem. Ünnepeljen ön is a cég munkatársaival. 2000 forint feletti vásárlással nyereményjátékon vehetnek részt az étterem vendégei. Több mint 50 féle pizzából és frissen sültekből választhatnak az érdeklődők. Az akció november 2-től november 15-éig tart. A sorsolás 2015. november 15-én vasárnap 20 órakor lesz. A fődíj egy két személyes wellness hétvége. Nyitvatartás hétfőtől vasárnapig 11 órától 22 óráig. Érdeklődni a 82-es körzet 452-342-es és a 30-as 890-98-40-es telefonszámokon lehet. Mindenkit szeretettel és finom ételekkel várnak a Dóló pizzériába. Aki Márton napján ludat nem eszik, egész évben éhezik, tartja egy régi mondás, ezért idén is Márton napi ludasságokat szerveznek a nagyatádi Aranykakas étteremben. S hogy minél többen megkóstolhassák a legkülönfélébb libából készített ételeket, ezúttal is egy nyereményjátékra invitáljuk önöket. Egy kérdésre kell helyesen válaszolniuk, és minden 5. helyes megfejtőt jutalmazni fog az étterem tulajdonosa.
A Márton napi étlapon szereplő ételek árából 20% kedvezményt kapnak a nyertesek. A helyes válasz betűjelét SMS-ben várjuk a 30-as 432 0092-es telefonszámra. A kérdés így hangzik. Mikor nyerte el mai arculatát az aranykakas étterem? A. 1995-ben, B. 2000-ben, C. 2005-ben. A helyes megfejtésnek csak a betűjelét kell elküldeni. A válaszokat november 9-éig várjuk. A nyerteseket telefonon értesíti majd az étterem tulajdonosa november 10-én. Egy telefonszámról több SMS is küldhető, hiszen minden 5. helyes megfejtést beküldő nyer. Legyen szerencséjük! Egyenlő esélyt mindenkinek, vagyis a felzárkóztatásért dolgoztak több héten keresztül a szakemberek azokon az üléseken, melynek záró rendezvényére a napokban került sor. A turisztikai központban tartott konferencián a legszebb rajzok alkotói is díjazásba részesültek. 22 millió forintot nyert a területi együttműködést segítő programok kialakítására a Nagyatád város önkormányzata. A pályázatnak köszönhetően több héten keresztül tájékoztatókat, workshopokat és kerekasztal üléseket tartottak a Rinyamenti településen, melynek már a záró rendezvényére is sor került. Az vezetett bennünket, hogy azzal a kérdéssel, témával, problémával is foglalkoznunk kell, mert ez a felelősségünk, hogy a társadalomban vannak olyan családok, emberek, társadalmi csoportok, amelyek rosszabb körülmények, rosszabb feltételek között élik a mindennapjaikat. Ennek különböző oka van. Tehát olyan helyzetben vannak, amiről azt szoktuk mondani, hogy hátrányos helyzetben vannak, hogy periférián élnek, hogy a társadalom lehetőségeiből az átlagnál kevesebbet tudnak kihasználni. Ővelük is kell foglalkozni, van egy felelősségünk ebben a dologban. Ezen a záró konferencián visszatekinteni szeretnénk egy kicsit az elmúlt időszak projekt megvalósítási időszakára, bemutatva azt, hogy hogyan sikerült a járás településein élő képviselőivel együtt gondolkodnunk, együtt tennünk a járási szintű esélyegyenlőség megvalósításáért. Ennek keretében rendezvényeket szerveztünk, 7 kerekasztal ülésre került sor, 8 ismeretterjesztő tájékoztatást tartottunk, és 3 workshopot szerveztünk. A záró rendezvényen Orma István elmondta, mi is motiválta az önkormányzatot arra, hogy benyújtsák kérelmüket az árapos pályázatra. Az a célunk ezzel a pályázattal, az a célunk ezzel a közös munkával, közös gondolkodással és a járási esélyteremtő program megfogalmazásával, hogy felkészültebbek legyünk arra, hogy ezt az esélyteremtést, ezt a felzárkóztatást meg tudjuk valósítani. 2 évvel ezelőtt már minden településen megszülettek az esélyegyenlőségi programok, és időközben járási szinten is megfogalmazták ezeket a célokat, így volt lehetőség benyújtani a pályázatot a felzárkóztatásra. Nagyatádi járás is sikeresen pályázott, és hát ennek ugye a végeredménye, közvetlen végeredménye ez a járási esélyegyenlőségi program, aztán majd ugye arra lehet konkrét pályázatokat és fejlesztéseket építeni. A workshopok és a kerekasztalok céljáról is szót ejtettek a rendezvényen a szakemberek, melyek nem csak a szakmai tapasztalatcserék miatt voltak hasznosak. A kerekasztal rendezvények és a workshopok arra szolgáltak, hogy a járásban dolgozó szakemberek, civil szervezeti vezetők találkozzanak és közösen osszák meg a tapasztalataikat, gondolataikat, és minden ötlet, javaslat és problémafelvetés épüljön be ebbe a tanulmányba. A jó gyakorlatok száma kiemelkedően magas a járásban, melyek közül többet a workshopokon meg is ismerhettek a kerekasztal résztvevői. Egy kiemelkedő aktivitást tapasztalhatunk itt, tapasztalhattam én is a rendezvényeken. Tehát nagy számban érkeztek a szakemberek, civil szakemberek is, és tényleg aktívak voltak, megosztották a gondolataikat, tehát tényleg átlagosan sokkal jobb működik a járásban ez a szakmai
széles értelemben szakmai együttműködés, információ megosztás, együtt gondolkodás. Igyekeztünk mindig a célcsoportoknak megfelelő témákban programokat szervezni, előadókat hívni, a téma ismerőit, feltárni a járási esélyegyenlőségi problémákat, azokra megoldásokat keresni. Ezen kívül ennek a rendezvénysorozatnak az egyik legfontosabb feladata az volt, hogy elkészüljön a járási esélyteremtő programterv. A tanulmány leglényegesebb eleme az intézkedési programterv, ami az 5 célcsoportra vonatkozóan fogalmaz meg fejlesztési javaslatokat. Célcsoportonként átlagosan 7-8 intézkedésről beszélhetünk, de például a mély szegénységben élők és romák célcsoportján a 12 intézkedés is belekerült. Kifejezetten helyi projektötlet a Somogyi Roma Karaván kulturális rendezvénysorozat ötlete, ez például Ignáci János úrtól, a nagyatádi nemzetiségi önkormányzat vezetőjétől származott, és gyakorlatilag egy az egybe annyira jól kidolgozott, hogy volt, hogy egy az egybe be tudott például kerülni. A projekt keretében hirdetett rajzpályázat eredmény hirdetésére is sor került a záró konferencián. A kerekasztalülésen keretében rajzpályázatot hirdettünk, Együtt élünk, mit tudsz róluk címmel, középiskolás és általános iskolás korosztály számára. 85 pályázat érkezett be, nagyon színesek és szépek az alkotások. Az alsó tagozatosok közül első 6 helyezett tárgyutalmat és oklevélben részesül, ugyancsak a felső tagozatosok is tárgyutalomban és oklevélben részesülnek, a többi tanulót pedig emléklappal jutalmazzuk. A rajzpályázaton az alsó tagozatos fiatalok közül Vuk Zsombor, Putorek Jana, Kovács Réka Alina, Fonyó Helga, Szabó Máté Norbert, Janota Hantosi Julianna és Csernela Alexandra végeztek az első 6 helyen. A felsősöknél Novák Nikoletta, Huber Barna, Bácskai Barnabás, Sélei Klaudia, Gibizer Kincső és Peti Kamila készítették a legszebb rajzokat. Egyértelműen eredménynek és sikernek tartom azt a társadalmi összefogást és együttműködést, ami kialakult. Ez egy nagyon nagy eredmény. Úgy látom, hogy ez tartósan meg fog maradni. Az a célunk, hogy mindazzal a szakmai tapasztalattal és ismerettel, amit most itt felhalmoztak a szakemberek, részt vegyünk olyan pályázatokon, ahol támogatásokat tudunk kapni arra, hogy a mindennapok során az eddigieknél szélesebb körben és hatékonyabban tudjunk dolgozni az esélyteremtésért, a felzárkóztatásért. A járási esélyteremtő programtervet elfogadták a kerekasztal tagjai, akik a jövőben is a felzárkóztatásért dolgoznak majd, s azért, hogy egyenlő esélyt kapjon mindenki. Adásunk folytatásában egy vendéget köszöntetek a stúdióban. Tiszteltel köszöntöm Kicses King, a TDM menedzsert. Jó estét, szervusz! Szia, jó estét kívánok! Meg annyi mindenről beszélgetünk ma este. Elsőként egy kicsit elevenítsük fel az egyesületnek, mi is a célja, mi is a funkciója. Most már több évvel ezelőtt alakult, azóta működik hagyományosan. Az egyesület azzal a céllal jött létre, hogy összefogja a térségnek a turisztikai kínálatát, hiszen együtt sokkal könnyebben tudunk érvényesülni a piacon a versenytársakkal szemben. Kik vesznek részt az egyesületben? Nem csak vendéglátóegységek gondolok itt, és nem csak nagyatádiak. Így van, számos település szolgáltatói csatlakozott hozzánk. Kaszó például, Vése, Somogyszobon is vannak tagjaink, Csokonyavisontán, és meg sorolhatnám, mert elég sok mindenkinek felkeltette az érdeklődését a tevékenységünk. Csináltatok olyat az elmúlt időszakban, hogy összefogtátok így az egyesület tagjait, és kirándultatok egyet közösen, hogy megismerjék egymás szolgáltatásait is. Sikerült elérni ezzel a célt, hiszen valahol az volt, hogy így is kibővítsük az egymás látókörét, hogy kinek milyen van. Igen, nagyon jól sikerült, hiszen akkor tudjuk legjobban ajánlani az egyesület tagjai kínálatát, szolgáltatásait, hogyha mi is megismerjük. Hiszen az a legfontosabb, hogy már a szálláshelyen tájékozódjon az ide látogató turista arról, hogy mit lehet csinálni a térségben, és még tervezzük is ennek a csapatépítő túrának a folytatását. Turisztikai központot is szépen belaktátok már. Mesélj nekem arról, hogy mennyi mindent kínáltok ott az érdeklődőknek. Hát első körben akkor a Turinform irodát említeném meg, hiszen minden ott kezdődik. Bárki bejön hozzánk, a turisztikai központ szolgáltatásaival kapcsolatban is állunk rendelkezésükre, illetve a környék szolgáltatásait is
javasoljuk nekik. A turisztikai központban több kiállítás található, jelenleg kettő időszaki kiállítás, az egyik egy fotókiállítás, amit az itt élő fotósokkal készítettünk el, Rinyamente turista szemmel címmel, illetve a Böhm-házas pár fotókiállítása található az épület másik kiállító termében. Az állandó kiállítások között a katonatörténeti, a nyomdatörténeti és a régi mesterségek címmel ellátott kiállítások látogattatók, és a hadiparkot is velünk lehet megnézni. Mondhatjuk azt, hogy mindegyik nagy népszerűségnek örvend, különösképpen azért, mert ti is egy kis tárlatvezetéssel is segítitek, a legfontosabb információkkal ellátjátok a látogatókat. Tehát a turisztikai központ kiállításait azt a mi kíséretünkben lehet megtekinteni. A kollégák már nagyon jól belejöttek, nagyon sok mindenre tudnak válaszolni, és a látogatóktól is tanulunk folyamatosan. Mert van, aki elmesél egy-egy régi élményét, egy tárgyhoz kapcsolódóan, vagy például nagy népszerűségnek örvend a kimenőruha a katonatörténeti kiállításban. Az idős hölgyek ott szoktak például fényképezkedni, mert hogy annak idején az ő férjük mindig ebben jött haza. Illetve a harckocsi ezred, 69. harckocsi ezred baráti kör, ő is nagyon sokat segít nekünk, és nagyon sokat tanulunk tőlük. És elég csak megnézni a vendégkönyvet, hiszen mindenki dicséri a kollégáinkat. És ennél nagyobb elismerés nem kell. Így van. Az elmúlt napokban hirdettetek egy kezdeményezést, ingyenzhetek a Rinya mentén? Mindjárt el is meséled, hogy mi ennek a célja. Az éttermek, az Egyesület éttermei számára találtuk ki ezt a kezdeményezést, azzal a céllal, hogy akik még esetleg nem jártak abban az étteremben, ellátogassanak oda, illetve a törzs vendégek, visszatérő vendégek még gyakrabban menjenek el hozzájuk. Szerettük volna egy kicsit segíteni az éttermeket azáltal, hogy marketing kampányt indítunk a számukra, és kedvezzünk a látogatóknak is, hiszen együtt enni jó. Ez a szlogen. Ki találta ezt? Ki volt az ötletgazda? Közösen gyűjtöttétek? Közösen, igen. És hogyan lehet igénybe venni ezeket a kedvezményeket? Hogyan is néz ki, kik vesznek részt az akcióban? 6 étterem szerepel az Ínyenchetek kezdeményezésben. A Tóparti csárdával indítottunk, jelenleg a Dóló étterem és pizzéria következik. Aztán a Nagyatádi park étterem, a Szolár, Hotel Szolár étterme, a Kaszói főherceg fogadó és a Hárs fogadó vesz részt az akcióban. Azt kell róla még tudni, hogy különböző kedvezményeket biztosítanak az egyes éttermek. Ezeket kuponok segítségével lehet igénybe venni, a kuponok pedig a honlapunkról, a Facebook oldalunkról érhetők el, illetve bárki, aki bejön hozzánk a turisztikai központba, mindenkinek szívesen segítünk. És ha már egy kicsit az éttermekről beszélgettünk, akkor a Boros pincéről is említsünk egy mondatot, hiszen azt is az elmúlt időszakban adtuk át ott a központnál. Igen, és nem csak, hogy átadtuk, de borvacsora alkalmával is felavattuk, ami nagyon jól sikerült. Terveink között szerepel további borvacsorák, borkóstolók szervezése. A borkóstolókon is figyeltünk arra, hogy nagyatádi kötődésű borokat lehessen megízlelni, így a zsirai borokat kínáljuk általában. A pincét azonban igénybe lehet venni baráti, családi programok szervezésére, legonyítására is. És ha már több csoportról, illetve nagyobb rendezvényekről beszélgetünk, akkor vannak-e csoportos látogatói az intézménynek? Igen, szerencsére számos csoport jelentkezik be. Őnáluk érdemes előre oda telefonálni, hogy mikor jönnének, hiszen akkor csak rájuk koncentrálunk. Többek közt ugye talán az egyik legnagyobb népszerűségnek örvend, amit az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben adtunk át a lőtérpályát. Ez is vonzó lehet az érdeklődők számára. Igen. Külső és belső lőtereket avattunk, a külsőt az időjárás nagyban befolyásolja, ez leginkább az íjászatra jellemző, azonban a belső lőteret légpisztollyal és légpuskával is lehet használni, kacsavadászatra lehet lőni, illetve céltáblákra.
és egy fontos információ, a múlt héten vásároltunk új légpuskákat, légpisztolyokat, amik még felavatásra várnak, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Az épületbe belépve talán sokaknak furcsa volt, és először én meglepődtem, hogy különféle ajándéktárgyakat is lehet vásárolni. Erről mesélj nekem, hogy ez az ötlet honnét jött, kiknek a termékei láthatók ott. Szerettük volna, hogyha a hozzánk látogató turisták és a helyiek is megismerik azokat a termékeket, amiket a környezetünkben élők készítenek, kínálnak. Mézet, ékszereket, ajándéktárgyakat lehet nálunk megvásárolni, és az Egyesület is hozzájárult a zárucikkeknek a szélesítéséhez. Hűtőmágnest, illetve bögréket lehet még megvásárolni, amik a várost mutatják be. A közeljövőben is meg annyi programmal várjátok majd az érdeklődőket. Első rendezvényként mindjárt a gyerekeket céloztátok meg, erről mit kell tudni, mi lesz ez? November 7-én 14 és 16 óra között a turisztikai központba várjuk a gyerekeket egy kézműves foglalkozásra, amelynek alkalmával papírsárkányokat fognak készíteni, és hogyha jó idő lesz, akkor még az udvaron meg is röptetjük őket. Kik segítenek nektek ebben? Marika néni lesz a résztvevő? Így van, Frűvirt Marika nénit hívtuk meg. Ő fogja levezetni a foglalkozást, de a munkatársaim is ott lesznek és segítenek. És a következő rendezvény, hiszen már az is megvan, ha jól tudom. Igen, november 14-én ismét egy túrára invitáljuk az érdeklődőket. Októberben átadásra került, illetve kijelölésre került két túraútvonal is az Egyesület által, illetve elkészült egy kiadvány is, amelyben a túraútvonalak útvonala is ki van jelölve. Akkor az Atádvár túrát teljesítettük, most pedig Macinkó László vezetésével a parkerdei túrára kerül sor. Ehhez is előzetes jelentkezés szükséges, és mindenkit várunk szeretettel. Egy kicsit más témában, november 19-én a Nők Nagy Atádért Egyesülettel közösen együttműködve egy előadást szervezünk, amelyen Árvai Márta, kaposvári fitoterapeuta az immunrendszer megerősítéséről és a felkészülésről, téli időszakra való felkészülésről fog nekünk hasznos tippeket adni. És ha még egy kicsit előre tekintünk, akkor ugorjunk egy, mondjuk egy hónapot, és adventi időszakban is készültök kézműves foglalkozással, azúttal azonban a felnőtteket célozzátok meg. Igen, szerettük volna, hogyha ők is a magukénak érzik a turisztikai központot, ezért adventi, illetve karácsonyi díszeket fogunk együtt készíteni, koszorúkat, ki mit szeretne. És akkor még egy fontos információ a nyitvatartásról, hogy mikor és hol lehet elérni benneteket. Kettől péntekig 10-től 4 óráig, illetve kedden hosszabbított nyitvatartással 6 óráig várjuk az érdeklődőket, valamint minden hónap első szombatján. Hát kívánom, hogy minél többen látogassanak el hozzátok, és vegyék igénybe a szolgáltatásokat, többek közt az éttermeket is, amik az Innyenthetek keretében vesznek részt. Köszönjük szépen, Kinga! Köszönöm! Kedves nézőink, folytassuk tovább adásunkat! A Somogyi Temetők üzenet címmel idén is nyilvános fotópályázatot hirdetett a Somogy Temetkezési Kft., a Somogyi Hírlap, Kaposvár megyei jogú város, valamint a Mementó Somogy Alapítvány. 2015-ben immár 5. alkalommal hirdették meg a pályázatot, melyre 31 alkotó közel 300 fényképet küldött be. Az ünnepélyes eredményhirdetést Minden Szentek napján tartották Kaposváron, ahol Puskás Béla, a Somogy Temetkezési Kft. Ügyvezetője is köszöntötte a jelenlévőket. Idén első helyen Kántor Szilárd Árvák című alkotása végzett. Második helyezett a nagyatádi Gerlesz László lett, aki a Mit ér a remény, ha nem hiszünk benne címet adta munkájának. A harmadik legmeghatóbb fényképet Kutnyánszki Ernő készítette, aki a Múltba merülve című képével nyerte el ezt a helyezést. Kaposvár megyei jogú város külön díját Tibai Tina Csilla érdemelte ki, míg a Mementó Alapítvány díját Kisbankné Kondákor Marianna vehette át az eredményhirdetésen. A Temetkezési Kft. Külön díját Finta Katalinnak ítélték oda a cég munkatársai. A Somogyi Hírlap külön díját Sótonyi Kinga nyerte el. A Szegedi Látványszínház művészei jártak legutóbb a Kulturális Központban, akik 150 nagyatádi óvodásnak tartottak előadást. A Zöld Tanmesék közül a Két jó barát című történetet adták elő a színészek, akik a gyerekeket is bevonták a darabba. Így tették interaktívá, és így kötötték le a figyelmüket a kicsiknek.
Az előadás keretében a természetvédelemről, az egészséges táplálkozásról és a testmozgásról is hallhattak az óvodások. A Szegedi Színház tagjaival a szülők és szponzorok támogatásának köszönhetően tölthetek egy tartalmas délelőttet a gyerekek. Mozgalmasan teltek az elmúlt napok a Csillaglovastanyán. Az őszi szünetben meg annyi programot szervezett a gyerekeknek Bognár Beatrix. Hét fiatal és a Csillaglovastanya vezetője Bognár Beatrix vettek részt legutóbb azon a lovastúrán, melynek végállomása Segesd volt. A gyerekek lelkesen készítették fel lovaikat a túrára, akik közel 40 kilométert tettek meg ezen a napon a kertek alatt. Többször voltunk már kisebb, nagyobb túrákon, de ez a mai alkalom ez egy különleges lesz, mert az egyik gyerekünk egy közeli lovardába fog rajtengedély vizsgázni szombaton, és úgy gondoltuk, hogy akkor összekötjük a kellemest a hasznossal, elmegyünk, elkísérjük a lovat, és ott is hagyjuk, és az összes lovunk megy, illetve hát Segesd lesz akkor így a cél. Az út során kisebb-nagyobb akadályokkal is meg kellett küzdeniük a lovasoknak, míg végül megérkeztek a lovardába, ahol egy nem mindennapi vizsgára került sor. Ez nagy büszkeségünk, hogy saját lóval csinálhatja meg, tehát igazából ezek nem versenylovak, és nem különös képzettségű lovak, de mégis alkalmas arra, hogy egy ilyen, tehát annyira jól megy, hogy arra alkalmas, hogy egy ilyen vizsgát bevállaljunk vele, és meg is tudjuk csinálni. A díjlovagló vizsgát első alkalommal rendezték meg a segesdi lovardában, ahol a fiataloknak nem csak elméletben, de gyakorlatban is bizonyítaniuk kellett. Ez egy E8-as lovagló program, az most az azt jelenti, hogy az egyetemen is ebből vizsgáznak, a rajtengedély vizsgákat mindenhol ezzel a programmal csinálják, az egy betűjeleket, a díjlovagló négy szög betűjeleihez képest kell feladatokat csinálni, különböző forgásokat, átmeneteket, a lépés és az ügetés között, a nyújtott ügetést mondjuk meg kell tudni csinálni a lóval, anélkül, hogy beugorjon vágtába. Egy kicsit nehezebb, mint egy hagyományos díjlovagló feladat, de hát ez erről szól, hogy ők már tudnak annyira lovagolni, hogy ezt meg tudják csinálni. A vizsgán Kis Laura Eszter vett részt, aki a Csillaglovastanyán tanult meg lovagolni, és akinek Bognár Beatrix segített a felkészülésben. A csinossal fogok menni, és úgy készültem rá, hogy megvan egy adott program, amit le kell lovagolnom, és ezt mindig gyakoroltam, hogy minél jobban, simulékonyabban menjen. Meg van egy könyv, amiből fognak kérdezni a vizsgabiztosok, és az egész könyvet meg kell tanulni, de abból csak pár mondatot fognak kérdezni tőlem. Ezzel azt érem el, hogy nem csak gyermek ügyességi versenyekre tudok menni, hanem magasabb színvonalú versenyekre is. A bírák előtt sikeresen vette az akadályokat Kis Laura Eszter, aki a kérdésekre is helyesen válaszolt, így ő már rendelkezik E-kategóriás díjlovagló vizsgával. A programsorozat egy tökfaragó délutánnal zárult a Csillaglovastanyán, ahol a gyerekek szüleikkel együtt alkottak. A gyerekek egy hosszú asztalon tököt faraghatnak, természetesen Halloween van, illetve az azt jelenti, hogy bár Magyarországon még annyira nem divat, de jelmezbe is lehet jönni. A jelmezes gyerekeket bíráljuk, zsűrizzük. Lesz egy háromtagú zsűrink, és aki a legszebb jelmezbe jött, kap ajándékot, aki a legjobb, legszebb tököt faragja, ő is kap ajándékot, akkor lesz boszi akadályverseny, ott is díjazzuk az első helyezettet, és kínáljuk majd a vendégeinket egy kis zsíros kenyér hagymával. A nap végén eredményt is hirdettek a szervezők. A legszebb tököt Setét Johanna készítette el, míg a boszi akadályverseny első helyezettje Tratnyek Bonita lett. A jelmezversenyen holdversenyben végzett az első helyen Kocsmáros Luca és Setét Noémi. A programokat egy jelmezes felvonulással zárták a Csillaglovastanya lovasai, akik így szerettek volna kedveskedni a nagyatádiaknak is Halloweenkor. Luther Márton cselekedetére emlékeztek a nagyatádiak október 31-én. A református egyház születésnapján az evangélikus templomban tartottak ünnepi istentiszteletet a protestáns gyülekezetek hívei. 1517 jeles történelmi dátum a protestáns egyházak életében. 498 évvel ezelőtt október 31-én függesztette ki Luther Márton, ágostorrendi szerzetes a wittenbergi vártemplom kapujára, az egyház eltévejedésére rámutató, elsősorban a búcsúcédulák árusítása elleni 95 tételét. Erre emlékeztek a nagyatádiak is az evangélikus templomban tartott ünnepi istentiszteleten, ahol Jakab László Tibor református lelkipásztor hirdette az Úr igéjét. A reformáció közvetlen előzményének tekinthető, hogy a katolikus egyház Németföldön búcsúcédulák árusításába kezdett, ami azt jelentette, hogy a papírdarabokat megvásárlók bűnbocsánatot nyernek bűneikért a más világon.
A német püspökök és érsekek így akarták összegyűjteni a római Szent Péter bazilikához szükséges összeget. Luther mélységesen felháborodott ezen, és 1517. október 31-én levelet írt Albert püspöknek, amelyben tiltakozott a búcsúcédulák árusítása ellen. A levélhez csatolta a búcsúcédulák erejét és hatékonyságát kétségbe vonó vitairatát, amely később a 95 tétel néven vált híressé. A kutatók szerint Luther eleinte nem akart szakítani a katolikus egyházzal, csak bizonyos lépései ellen tiltakozott. Mint például elutasította a búcsúcédulák árusítását, elítélte a búcsú gyakorlatát, illetve a búcsúval való visszaéléseket, bírálta a bűnök pénzzel való megváltását. Luther Márton a római levelet is felolvasta 1517. október 31-én, aki elmondta az embereknek, hogy üdvösségük a hit által van, nem egy imád tartalmazó búcsúcéduláért. Az ágostonrendi szerzetes tetteivel elérte, hogy több ágra szakadjon az egyház, ezért ettől a naptól számoljuk a protestáns egyházak születésnapját. Az ünnepi istentiszteleten ezeket az eseményeket is felelevenítették a jelenlévők. Györgyi Zsolt evangélikus lelkipásztor is szólt a gyülekezetek tagjaihoz a rendezvényen, majd úrvacsorát osztottak a híveknek, akik így emlékeztek 2015-ben Luther Mártonra és a református egyház legnagyobb ünnepére. Fiatal alkotók munkáiból nyílt tárlat a Kulturális Központban. Az aulában tablók mesélték el Power Gyula Tüntető táblaerdő című művének történetét, míg Harkály Gyula, Farkas Zoltán és Göncöl György zenéjét hallgathatták az érdeklődők. A 40 éves nagyatádi szoborpark és alkotótelep második születésnapi ajándéka egy kis plasztika kiállítás volt, melyet az alkotótelepre évek óta visszatérő fiatal szobrászok műveiből válogattak össze a rendezők. A zeneiskolások játéka után Pünkösd Márton igazgató köszöntötte a jelenlévőket, aki egyúttal megköszönte a művészeknek, hogy segítenek életben tartani az alkotótelepet. Szabó Ádám szobrász művész egyéni hangvételű bevezetőjében ismertette az alkotókat és a műveket. Jelen kiállítás keretében többféle technikával készült szobrokat, installációkat láthatnak az érdeklődők, melyek részben vagy egészben Nagyatádon készültek. A klasszikus fából faragott szobrok mellett a modern műanyag szobrok is helyet kaptak a termekben. Az alkotások legtöbbjére a többértelműség, a klasszikus szimbólumok használata épp úgy jellemző, mint az a pimasság, amivel Szabó Ádám szavait idézve gyengéden meghúzogatja a művészet történet bajszát. A válogatásban Békési László, Cselili, Csepregi Balázs, Erős Ágost Koppány, Kotormán Norbert, Kovács Gergő, Majoros Gyula, Szabó Ádám és Szász György alkotásai láthatók. A tárlatot november 16-áig tekinthetik meg a Kulturális Központban az érdeklődők. Negyvenöt fiatal rúgta a bőrt a nagyatádi Módin Imre Sportcentrumban, ahol megye válogatott edzőtábor tartott a Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy megyei igazgatósága.
Nagyon örülünk annak, hogy az elmúlt évek hagyományait folytatva ismét Nagyatádon, illetve a Kasszon tartják a megye válogatottak edzőtáborát. Nyilván, ahogy eddig is mondtam, bár nagyon nagy megtiszteltetésnek veszük azt, hogy a mi körülményeinket, a mi lehetőségeinket alkalmasnak találják arra, hogy ez a rendezvény itt legyen. Igyekszünk természetesen a tudásunk legjobbát nyújtani a szervezésben, előkészületekben, illetve a rendezvény zavartalan lebonyolításában. A kétnapos edzőtáborban a 13 évesek mellett a fiatalabb korosztály képviselői is jelen voltak, melyre első alkalommal volt példa Nagyatádon. Ebben az esztendőben van először, hogy az MLS a megye válogatottakat nem csak a 14 éves és a 13, hanem a 12 éves korú gyerekekre is úgymond kiterjesztette, és ennek a rendezvénye van a szokásos helyen Nagyatádon. Most is elmondom, hogy nagyon köszönjük, hogy lehetőséget kapunk, kiváló helyet, körülmények között itt is, illetve a szálláson is, a Bérdi József maximális segítségével, tehát úgy gondolom, hogy nagyon jó helyen vagyunk. Mindkét korosztályból 20 mezőnyjátékos és 3 kapus kapott lehetőséget arra, hogy bizonyítsa rátermettségét, illetve futballtudását a szakembereknek. Ennek a válogatottnak a kijelölését egy hosszabb folyamat előzte meg. A Bozsik program rendezvényein is figyeltük őket, illetve a hét elején volt ennek a két korosztálynak egy megyei alközponti tornája, és tulajdonképpen innét lettek kijelölve azok a gyerekek, illetve hát az előzetes tapasztalatok alapján, akik itt helyet kaptak ebben a két napban. Az edzőtáborba 3 nagyatádi fiatalt választottak be a szakemberek, akik ezúttal is kimagasló teljesítményt nyújtottak. Ebből a háromból egyikőjük már a Kaposvári Bene Ferenc labdarúgó akadémia játékosa, a másik kettő pedig a Nagyatád FC játékosa. Annak is szintén örülünk, hogy ők is meghívást kaptak ebbe az edzőtáborba, hiszen egy picit azt jelzi ez a dolog, hogy a korosztályukban ők a jobbak közé tartoznak, illetve a helyi edzők is valószínűleg ennek hatására jól fogják végezni munkájukat majd a továbbiakban is. A fiataloknak napi 2 edzést tartottak a szakemberek, amelyeken nem csak ügyességi, fizikai állóképességjavító gyakorlatokat is végeztek a gyerekek. Az MLS sport igazgatója által, Storkur által jóváhagyott edzésprogram alapján dolgozik mind a két korosztály, ahol elsősorban a játékosoknak az egyéniségét, a technikai képzettségét próbáljuk felmérni, javítani olyan gyakorlatokkal, amelyek az ő fejlődésüket szolgálják. Az lenne majd a jó, hogyha ezeket a gyakorlatokat nem csak itt végeznék a gyerekek, hanem a legkisebb egyesületekben is, mert akkor nem fordulhat az elő, hogy itt találkozik a gyerek olyan gyakorlattal először, ami egyébként ismert gyakorlat, tehát semmi új nincs a nap alatt, csak egy rendszerbe van foglalva. Major Gábor reméli, sikerül majd még több játékost adni a megyéből a régiós, illetve az országos utánpótlás válogatottakba. Többek között ezért is vonták be már a 12 éveseket is a programba. A jelenlegi két korosztályból mind a kettőben vannak tehetséges gyerekek, de én a 12 évesek ítélem meg egy kicsit jobb korosztálynak. Persze aztán majd mire 13 évesek lesznek, addigra ez változhat, de itt közöttük egy 6-8 olyan játékos van, sőt kettő kimondottan, akit én nyugodtan extrának is nevezhetnék. Ezek az edzőtáborok arra is jó alkalmak, hogy a szakmai vezetők, az edzők is tanuljanak egymástól. A szakmai tapasztalatokon túl természetesen személy szerint is nagyon sokat tanulok az ilyen rendezvényeken, hiszen a gyerekekkel való kommunikációban, a szervezési feladatokban, az előkészületekben ezek a rendezvények mind-mind jó alkalmak arra, hogy az ember felméri, hogy éppen hol tart, és minden egyes alkalommal nagyon sok mindent lehet tanulni, akár a megyei szakmai igazgatótól, akár az edzőkollegáktól, de sokszor a gyerekektől is, hiszen a legjobb visszajelzéseket ők adják abban, hogy az ember hogy végzi a napi munkáját. Az edzőtábor végén örömmel összegezték a szakemberek, ezúttal is tartalmas napokat töltöttek Nagyatádon a 12 és a 13 éves fiatalokkal. Kedves nézőink, mai hírmagazinunk ezennel véget ért. Mielőtt elköszönnék, tájékoztatnám önöket, hogy a házi orvosok jelezték felénk, hogy november 5-én érkeznek az influenza elleni oltóanyagok a városba. Jövő heti adásunkban részletesebben is elmondjuk majd, kiknek és miért is javasolják a szakemberek. 2015. november 5-én 14 órától soros képviselőtestületi ülés lesz, melyet televíziónk élőben fog közvetíteni. Társalgó című műsorunkban vendégünk Jakab László Tibor református lelkipásztor lesz, akivel a református egyház legnagyobb ünnepéről beszélgetünk. Tartsanak velünk a folytatásban is!
Adásunk folytatásában Társalgott című műsorunkat láthatják ma esti vendégem, Jakab László Tibor, református lelkipásztor. Jó estét kívánok, áldás békesség! Jó estét kívánok, áldás békességet! Annyi mindenről beszélgetünk ma este, de talán az egyik, ami nem is olyan régen volt, szeptember elejére, ha visszatekinthetünk, amikor fennállásának 75. évfordulóját ünnepelte a gyülekezet, a templom. Kicsit elevenítsük fel, hogy mi is történt ezen a napon, hiszen egy felújítást is lezárhattunk ebből az alkalomból. Ez pontosan így igaz. Szeptember 6-án, csaknem 11 nappal korábban, mint ahogy annak idején 1940. szeptember 17-én felszentelték az újonnan épült református templomot, tartottuk a 75. évfordulót, de ha arra is odafigyelünk, hogy 44-ben, április 30-án, 9 nappal a világháború befejezés előtt nagypénteken felrobbantották a tornyot és újra kellett építeni, akkor 75-70 játszadozhatunk a számokkal. Viszonylag az egyház történetében ez egy rövid szakasz, de a nagyatádi gyülekezet életében egy hosszú út, és a különböző korok, történelmi helyzetek, az anyagi helyzet, te a gyülekezetnek a lélekszámban való gyarapodása a gyülekezetnek erre a 75 évre tehető, és végül is egy stabil, megerősödött közösség a nagyatádi református egyházközség gyülekezete. Jót is, rosszat is megélt. Most adta meg a Jóisten ezt a lehetőséget számunkra, hogy 5 éves ütemtervet befejezve kívül belül rendbe tettük a templomot is, a hozzátartozó parókiát is. A régi melléképületből korábban egy gyülekezeti termet alakítottunk, egy vendégszobát, vizes blokkokat a gyülekezeti tagoknak, az udvart és a templom környezetét is rendbe tettük, és úgy gondolom, hogy a délnyugati kapujában a városnak egy szép ékkő a református templom. Terveznek-e a folytatásban valamilyen kisebb-nagyobb felújítást, még szorul-e valamire a templom? Persze, ezt tervezzük, csak várjuk a megfelelő pillanatot és a lehetőséget, mert a tető szerkezete noha 13-13 és fél évvel ezelőtt készült, le lett cserélve az akkori pala egy kanadai műzsindejre, amely azóta is hol itt, hol ott állandóan potyog, és egy-egy vihar után nézzük, hogy hol kell megint tódozni, fódozni. Egy a templomhoz illő igazi jó magyar cseréppel kellene befednünk és szigetelnünk. Hát ez több milliós költséget jelent, ezt önerőből nem tudjuk megcsinálni, és köszönjük a város támogató szeretetét, de ők sem tudnak annyival megtámogatni, hogy ezt meg tudjuk finanszírozni, viszont a tervénkben ott is imádságos lélekkel kérjük a Jóistenet, hogy segítse meg bennünket, és hiszem, hogy meg is fog segíteni bennünket. Több hét eltelt már az ünnepség óta, de ha visszatekinthetünk, akkor ön hogyan élte meg ezeket a napokat, ezt a szép ünnepet, mert azért nem nevezhető mindennapinak, hogy ennyien jártak a templomban akkor. Hát az ünnepek azok nagyon-nagyon kellenek az ember életébe, mert a hétköznapok egyhangúságát, monotonitását az ünnepek törik meg, és színezik ki, teszik emlékezetessé, teszik feledhetetlenné. Én nagyon örülök annak, hogy a Dunántúli Református Egyházkerület első rállója, Steinbach József püspök úr vállalta ezen az ünnepi istentiszteleten a szolgálatot. Örülök, hogy a gyülekezetünk a Dunántúl egyik legjobb ige hirdetőjét hallhattam, és figyelemmel hallgathattam. Annak is örülök, hogy körbejárva a Belegi templomot, hiszen ott is ünnepség volt szeptember 6-án, mert ott is megújult teljes egészében, külsejében a Belegi templom, 10-12 évvel korábban pedig a belső újult meg, ott is ünnepi istentisztelet volt, és néhányan Nagyatádról, meg a nagyatádi határon túli testvérgyülekezetek tagjaiból is eljöttek, a szomszédos gyülekezetekből is eljöttek, úgyhogy Belegben is szép számú gyülekezet hallgathatta a püspököt.
A lényeg, hogy nem csak ott érdeklődött, ott járt körbe, sokan vették körül és beszélgettek vele, úgyhogy utolsó pillanatban tudtunk csak eljönni Nagyatádra, mert szorított az idő. Itt is körbejárva a templomot és környezetét megelégedésének adott hangot, és ezt tolmácsolom is most így az Atát TV keresztül is nagyatárgyaknak is, meg belegieknek is, azt mondta ott, ahol így gondoskodnak és így ápolják az Isten házát és annak környezetét, ott élőhitű emberek élnek, és nem a gyülekezetnek a lélek számától függ a nagysága valakinek, hanem a lelkiségétől függ mindig az Isten dolga, és így az egyházunk előmenetele is. És ezért ezt ő nagy-nagy hálával és örömmel mondta, jól esett hallani, és talán az igehirdetés mellett ez volt a másik legfontosabb dolog, a minősítés, ha szabad így mondani, amivel a fáradtságot, a munkát és az igyekezetet ismerte Isten iránti áradással. És bár az ünnepeknél tartunk, október 31-e a reformáció ünnepe. Ebből az alkalomból ugye mi reformátusok különösen ünnepeltünk az elmúlt hétvégén. Az evangélikus templomban gyűltünk össze az idei esztendőben. Erről az ünnepről beszélgessünk. Elevenítsük fel, mi történt 1517-ben. Hát kedvenc témám a reformáció. Az igazság az, hogy ha csak egy dátumba kapaszkodunk bele, 1517. október 31-ével, amikor Luther Márton szerzetes, a Wittenbergi Egyetem tanára, nem új egyház alapítás céljából vagy létrehozásából kitűzte 95 tételét a Wittenbergi vártemplom kapujára, amelyben az akkori egyházi viszonyoknak, az akkori egyház politikának és az akkori körülményeknek a sorát helyezte, a Biblia gorcsója, az íge tisztaságának a gorcsója alá, akkor nagyon sovány lenne a mi emlékezésünk és a mi ismeretünk a reformációról. Az igazság az, hogy a 15. és a 16. század ember az sokkal vallásosabb volt, mint a mostani világ, legalábbis ami a kereszténységet illeti. És igen, érdeklődött minden iránt, ami az egyházban történik, és legfőképpen az örök élet és az üdvösség kérdése érdekelte az embereket abban a világban és abban a korban, amikor a szociális háló nem jelentett biztonságot az idősek vagy az egyedül élők számára, amikor az egészségügyi ellátás az még a mostanihoz viszonyítva gyerekcipőbe sem járt, akkor, amikor a gazdasági élete a fejedelemségeknek, országoknak, tartományoknak messze nem a nyerességről, vagy arról a profitról szólt, és arról a versenyről, amiben mi ma élünk, amely már szinte embertelenné és élhetetlenné teszi a világunkat. Abban az időben több idő jutott az elmélkedésre, a gondolkodásra, együtt éltek generációk a születéstől, a halálig, a temetésig, kicsi gyerekkorától kezdve látta egy élet, egy ember életútját, egy ember életutat a család minden tagja, és nem hitték azt, amit a mai ember hisz, hogy gyógyszerrel, meg pénzzel, meg műtétek sorozatával meghosszabbíthatom az életemet, és kinyújtom az ember élet határát 120 évre. Ebben a világban természetszerűleg egy olyan igény lépett fel, hogy az igazságot akarták az emberek hallani. Az egyházban, ahogy az egyik nagy egyháztörténész Chadwick mondja, tagjaiban és személyében is változásra lett volna szükség. Tudniillik, a humanizmus és a reneszánsz
az felfedezte újra az antik világot, a régi római és a régi görög kultúrát, a maga értéke, a filozófiát, a maga tanításával és értékrendjével, de ugyanakkor felfedezte az apostoli kornak, az ősegyháznak az értékeit és az erejét is, és divat volt, hogy így mondjam, abban az időben visszatekinteni a múlva. Mindenki úgy tekintett az ősegyházra, mint egy aranykorra. Akkor, amikor még Jézus a tanítványaival együtt Szentföldön élt és munkálkodott, akkor, amikor a mennybe menetele után szétszóródva széles világban, ahogy Jézus a parancsot adja, mennybe menetele, akkor menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és kereszteljetek meg őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, és akkor én meg veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez mintha angyalok szárnyán repült volna, szállt volna ez a hír. Az apostolok, a gyülekezetek százait, ezreit hozzák létre, és egy olyan lelkiségében, erkölcsösségében, gondolkodásában, egy olyan tiszta szakasz ez az egyház életben, az ősegyház értelmére mindenki vágyott, mint egy aranykorra úgy tekintettek vissza, ami aztán 1200, 1300, 1400, 1500 év alatt először az arany ezüsté minősült le, aztán vassá, ami szép lassan rozsdásodott és málott, aztán fává, ami már recsegett, ropogott, korhat, megújulást igényelt. Clairvaux-i Bernát óta, aki egy világhírű, mind a mai napig az evangélium lángjával, világító és tudásával szolgáló egykori szerzetes, már ő csaknem 300 évvel a lutheri reformáció előtt már megújulásról szól és tanít, látja, hogy szükség lenne rá. Tudta ezt a pápaság is, a római katolikus egyház, és szükség lett volna akár szervezetében, akár jogalkotásában, akár a szerzetes rendek működésében a megújulásra. Mindig el is jutottak majdnem 330 éven keresztül, jó néhány zsinaton eljutottak oda, hogy ezt megvitatják, megbeszélik, és meghatározzák a szükséges lépéseket, de valahol mindig ott fent a döntéshozóknál, valahol mindig elakadt a döntés, nem született meg a döntés, és így elsorvadtak ezek a törekvések. Végül is Luther sem gondolt egyház szakadásra, szkizmára, ő is csak újításra gondolt, mert a II. Gyula által kezdett vatikáni Szent Péter bazilika építéséhez, ahova a nagyságokat, Michelangelo, Da Vinci-t, Raffaello-t hívta meg, ez a nagyon művelt és főúri életet élő, de világiasan főúri életet élő pápa, hát az nagyon sok pénzt igényelt, és persze ezt az egyetemes egyházból tudták csak finanszírozni. És most nem akarom megbotránkoztatni a római katolikus testvéreimet, de például volt egy Tetzel János nevezetű szerzetes és szerzetes társak, egy jó beszédű, megnyerő stílusban szólni tudó fes szerzetes volt, aki kiállt a wittenbergi piacra, felállt egy hordóra, a nyakában egy szíjjal egy ládik, olyan, mint egy mai persely, és bűnbocsátó cédulákat árusítottak, ami magyarul azt jelenti, ne felejtsük el, ugye halottak napja és minden szentek előtt vagyunk, hogy aki megveszi ezt a bűnbocsátó cédulát, amire vagy egy bibliai mondat, vagy egy mondat töredék, vagy egy ima töredék volt írva, akkor az az illető, az az ember, aki ezt megveszi, az elnyeri Istentől a bűnök bocsánatát, és
elnyeri az üdvösséget, mert az üdvösség ezt jelenti bűnök bocsánat, és örök életet a mennyek dicsőségében és örömében. Hát persze, hogy mindenki erre áhítozik, örök élet, üdvösségre, örömre és bűnei bocsánatára. Persze, hogy mint a cukrot úgy vették ezeket a bűnbocsátó cédulákat, és a szerzetes társai írták és osztogatták is, adták is szépen. Volt egy kis versike is, amit tetszel mondott, hogy mire a pénzed a ládámban koppan, addigra a lelked az Istennél ott van. Megmosolyogja az ember, de az emberek nem erre vágytak. És a papság sem, meg a szerzetesek sem erre vágytak. Egy szívhez szóló igei szóra, evangéliumra vágytak. A lelket melengető, bátorító ige hirdetésre, prédikációra vágytak. Egy olyan közösségbe, ahol erkölcseiben, erkölcsösségében is egy tisztább életet élhetnek az emberek. És ezekben a közösségekben jól érezhették volna magukat, hogy nem nincs tévé, nincs rádió, nincs internet, nincs videó. Szépen szóltak a szerzetesek kórusainak a zsoltárai, az Isten dicsőítő énekei, a Gregorián dallamok, és szívesen énekelték ezt az emberek is velük ebben a válaszolgatós, responzórikus Isten tiszteleti rendben. De tiszta vizet kellett tölteni a pohárba. Luther tanításaival felhívja a figyelmet, hogy mindaz, amire vágytok, az a Szentírásban olvasható, az Isten igében, mint lelki és szellemi táplálék megtalálható. Az előbb említettem, hogy a humanizmus és a reneszansz megnyitotta az emberi értelmet a tudomány előtt, ugyanakkor meg a visszatekintés, a múltban való értékek felfedezése, felismerése örömmel töltött el az embereket. És az egyetemeken is ez volt tapasztalható, a képzésben is ez volt tapasztalható. Nem szabad elfelejteni, hogy 1483-tól Gutenbergnek köszönhetően egész világ egyetem nyílik meg, Gutenberg galaxisnak hívjuk ma már ezt az első pillanatot. A nyomdának köszönhető, már nem szerzetesek, másfajek hosszantartó, nehéz, fáradtságos munkával az irataikat, az írásaikat, hanem ki lehet nyomtatni. És sok-sok példányban, és így gyorsabban terjednek a dolgok. A 15. század vége, a 16. század eleje, majdnem 100 esztendőn keresztül, egészen a 17. század elejéig a hitvitáknak a kora, a reformáció elterjedt egész Európában. Először a luteri ág, aztán később a svájci ág, a zürichi Zwingli Ulrich és utódja Bullinger Henrik tanítása nyomán, majd pedig a francia származású, de Genfben működő szolgáló Jean Calvin, ahogy mi szoktuk mondani, a Calvin János is magyar, Calvin János tanításai nyomán. Magyarországra és a Magyar Királyság területére nagyon hamar ide érkezik a reformáció, mert itt is ugyanazt a nyelvet beszélték, mint Németországban, vagy bárhol máshol a latin nyelvet, ez volt a tudomány nyelve, a humanizmus, a reneszansz nyelve. És ugyanakkor pedig a reformáció másik nagy vívmánya az, hogy a tudományosságon túl az emberekhez is közel viszi a Bibliát, és megszületnek a nemzeti nyelvekre történő bibliafordítások, így maga Luther is lefordítja német nyelvre, és nálunk, bár történtek már sokkal korábban is fordítások, kísérletek, részeket, részleteket fordítottak a Bibliából, de a legdrágább kincsünk az az 1590-ben megjelent
Károly Gáspár és Tudós társai által lefordított, magyarra fordított Biblia, mi Vizsai Biblia néven ismert, és századokon keresztül ez volt az olvasókönyv a magyar protestánsoknak, reformátusoknak, evangélikusoknak, unitáriusoknak. Németh László írja az Én katedrámban, hogyha nem lett volna ez a csodálatos, mi akkor a mai modern magyar nyelvünk nem olyan lenne, mint amilyen formálta a nyelvünket ez a fordítás. És ugyanakkor, mert benne van a Bibliában a 150 Zsoltár, kicsit később Szent Simonár Albert lefordította a genfi zsoltárok dallamára és azok szövegéve. Énekelhető, ritmusos formába öntve magyarul a zsoltárokat, ezt énekelték századokon át, és mind a mai napig a reformátusok. Mindig megmosolygom a tévében nyilatkozókat, vagy a himnusz kapcsán nyilatkozókat, hogy melyik volt a legrégebbi himnusz a magyarságnak, mielőtt szintén költségbüszkén mondjuk, hogy református volt, megírta nemzeti imánkat. A Boldog asszony anyánk is csak 18. század, 1735-től lelhető fel énekes könyvekben. A legrégebben énekelt himnusz az a 90. Zsoltár, a Te benned bíztunk. Amióta a reformáció 16. század közepe óta, a Debreceni zsinat óta teret nyert szervezetében, gyülekezeteiben, tanításában Magyarországon, azóta nem temettek még úgy el magyar református embert, hogy a 90. Zsoltárt ne énekeljék. Tessenek kiszámítani 1608 óta, mennyit énekeltük mi ezt. No, de ez is csak egy mozaik egy nagy képből. A szászokon keresztül érkezik hozzánk a reformáció, le egészen Brassóig, és fenn meg a felvidéki területeken, a bányavárosok vidékére. Támogatta a magyar nemesség is. Nem szabad elfelejteni, hogy ez a török hódoltságnak az ideje, a hódoltság idő, amikor Budán Müezzin hívja imára az Ilallahallahat, és ketté van szakítva az ország, Erdély és a felvidék egy része, ami még szabad terület. Két pogány közt élünk, két pogány szorításában, a török és a Habsburgok folytogató szorításában, és ez tulajdonképpen Erdély virágkora és a szabad magyar föld virágkora. Nagy fejedelmeink, a Bocskai István, akinek a szobra a reformáció genfi emlékművén egyedüli magyarként hirdeti a hit harcosainak, a legkiválóbbjainak az emlékét, büszkén sétáltam el magyarként ott ezelőtt a több mint 100 méter hosszú emlékfal előtt a Genfi Egyetem parkjában, udvarában. Betlen Gábor ma is példaképe, kellene legyen minden magyarnak és minden magyar politikusnak, aki 1613-tól 1629-ig tartó 16 éves fejedelemsége alatt Erdélyből tündérkertet varázsolta, hogy Móri Zsigmond ezt megírja, és a Rákóciak. De azt sem szabad elfelejteni, hogy olyan hatással bírt, 90% a lakosságnak reformált protestánsá lett, akár a luteri, akár a kálvini ágat vesszük. A németek inkább a luteri ágat, a magyarok inkább a kálvini ágat képviselték, vagy választották. Ezt is büszkén mondhatjuk magyarokként, bár a világ szeret ránk más előjelű minősítésekkel szeret bennünket illetni. 1568-ban a Tordai Országgyűlésen először a világon kimondják a lelkiismeret és vallásszabadságot.
katolikusra, reformátusra, evangélikusra, unitáriusra. Tessenek szívesek lenni, büszkék lenni, ez is a reformáció egyik gyümölcse és eredménye. Aztán a könyvnyomtatás, az iskolák alapítása. Szeretünk 1100 éves magyar iskoláról beszélni, ami valóban így van, Pannonhalmával kezdődően, de a népoktatás, tehát minden gyereknek a tanítatása, az a reformációval indul el, mert minden templom mellett létrejön az iskola. Szegedi Kis István ennek a nagy úttörője bejárva. Szerémséget, Tolnát, Baranyát, Tiszántúrt, Mezőtúrt, eljutva egészen Szegedig, aztán Lippán tanul, hogy végül Ráckevén fejezze be földi pályafutását lelkészkedése. Vagy büszkék lehetünk arra, hogy ezekben az iskolákban többek között itt volt a Pécsi Egyetem alapítás után az első főiskola, a teológiai főiskola Kálmáncsán, a szomszédban, egy karnyújtásnyira tőlünk, és óriási nagyságok tanítottak itt, akik külföld egyetemeken tanultak, a Németalföld és Németország egyetemeken, kezdetben Wittenberg, utána a Heidelberg, Münster, majd a Németalföldi, azaz Holland egyetemeken, Utrecht, Leiden, Kampen, egészen el az oxfordi fakultásig. Úgyhogy kiművelt, kikupált fők jöttek vissza a kis paticsfalas szatmári parasztkatedrálisainkba, meg a kis templomainkba, a puritán egyszerűségű fehérségbe, és hozták a még fehérebben, még világító, még inkább tündöklő evangéliumot, a krisztusi szent ígéket. És ebben nevelték a gyermekeinket, és ebben nevelkedett, és kezébe véve a Károlyi Bibliát, ezt olvasta, ezt szívta magába minden magyar, akit betűvetésre és olvasásra tanítottak. Lengyelországban is teret hódított a reformáció. Ők azért nem maradtak meg, ma már alig van 300 ezer református Lengyelországban. Ők azért nem maradtak meg, mert nem építették meg az iskoláikat a templomok mellé. Reményik Sándor egyik gyönyörű szép versen, eladjátok a templomot és iskolát, most már mindenki előtt ismerve, nincs olyan iskolai tanévnyitó, ezt nem szavalják el. Ő ezt sajnos nem az egész magyarságnak, hanem az erdélyi magyarságnak a magyarsághoz írta, mert Trianon után mit csináltak? Először mindjárt az iskolákat akarták elvenni, a főiskolákat, az egyetemeket, mindent románosítani kellett. Tudták, hogy ha elveszed a nyelvét az embernek, akkor elvész a nemzet. Nyelvében él a nemzet, ismerjük ezt a híres szállóigévé vált mondást, tanítást. Tehát mi azért maradtunk meg, mert az iskoláink megmaradtak. Tessenek megnézni a legősibb kollégiumaink, Mezőtúr, Debrecen, Kolozsvár, Nagyenyed, aztán Kassa, Nagybánya, de végül is sorolhatnék minden nagyvárost, mert minden nagyvárosban megjelentek az iskolák, és olyan kiművelt főket adtak a nemzetnek, akikre büszkék vagyunk, érettségi tétel magyar irodalomból is, és történelemből is, pláne még ha meg is tanulná az ember a maga komolyságával mindazt, amit tudni kellene róluk. Például a debreceni teológia nagy könyvtárában, a könyvek, most mindenki hallhatja, a tévében reklámozzák a műsort, majd a gondolom a tévé sokszor fogja ismételni a reformációkor, vagy a 30. este bemutatott filmjét. A legszebb könyvtárak egyike, a reformációkor a könyvtárak egyike, a könyvek átlag életkora 300 év. Micsoda kincs, micsoda érték. És hál' Istennek, még bár a II. Világháborúban elvitték a szovjet elvtársak a könyvtár értékesebb részét, meg a Sáros Patakiét is, ami ugyanilyen régi. Most néhány évvel ezelőtt azért egy 120 kötetnyi visszajött a Sáros Pataki könyvtárba is, meg
meg a régebbi könyvtárakba is. Szóval egy olyan változást hozott mind a kultúrában, mind a nemzeti formálódásban, nemzeti válásban a reformáció, amely nélkül elképzelhetetlen a mai Magyarország és a mai társadalom. 100 évig vitáztak római katolikusok, luteránusok, reformátusok, és még a legbátrabb reformátor, a magyar reformátor az Dávid Ferenc volt, aki aztán a Szentháromság tagadásáig is elment, és létrehozta vallás alapítóként az unitárius egyházat. Innen terjedt aztán el. Tehát még ővelük is békességben éltek. Éppen a tolerancia jegyében, amit meghirdettek az erdélyi fejedelmek, nem diszkusziót folytattak, nem veszekedtek, hanem disputáltak, vitáztak, megbeszélték a dolgokat. De jó lenne ezt a jó reformációi gyakorlatot visszahozni a mai életbe is. Most így kapkodok, ilyen kis mozaikokat villantok fel egy nagy képből, mert bármelyikre figyelek oda, örül a szívem és örül a lelkem, és büszke vagyok arra, hogy magyar református vagyok, és amíg élek, az is szeretnék maradni. Remélem, az is maradok. Óriási kincs az, amit mondom, kultúrában, művészettörténelemben, irodalomban, zenében, festészetben, építészetben produkált a reformátusság itt a Kárpát-medencében. Aztán jön az ellenreformáció ideje, amit Pázmány Péter vezényel le, sikerrel, Habsburgok segítség, egy óriási koponya volt, egy nagyon-nagyon-nagyon művelt ember, de erős hátszéllel sikerül az arisztokráciát megnyerni, hogy visszatérjenek az anyaegyháznak, ahogy ők mondták, a római katolikus egyháznak a kebelére, és akkor visszakapják a vagyonukat, megkapják a pápai elismerést, apostoli királyunk, ugye első István ezért kapott koronát, az egyetlen apostoli király itt a térségben, aki a pápa támogatását bírta, és akkor így újra ezt felidézve támogatásukat és oltalmát bírják azok, akik visszatérnek. A 1660-1670-es gyász évtizedben azért megszenvedtük ezt a rekatolizációt rendesen a felvidékről, a lelkészeket és a rektorokat, a tanítókat, akik nem akartak visszatérni, azokat bilincsbe verve, keresztül gyalogoltatva az Alpokon levitték Olaszországba, Velencébe, és eladták Gája raboknak. Moldova György megírta 40 prédikátor című könyvében ezeknek a történetét, többek között a dunántúli lelkészek közül is kiszabadultak ebből a nehéz rabságból, mert De Ruyter admirális, egy holland tengernagy odaállt a naszádjával Velence, és azt mondta, nem engeditek haza a magyar prédikátorokat és rektorokat, akkor szétlő a híres velencei gazdagságotokat is. Csak 40-en tudtak hazajönni. Mezitláb, véres, sebes lábbal, de hazajöttek is. Nem adták a hitüket, se szabadságért, se pénzért. Olyan példa ez, amit érdemes követni és megtartani. Ma pár ezer forintért, vagy egy kis jobblétért, hogy újabb autót vegyek, vagy nem tudom milyen igényeimet kielégítsem, képes vagyok a lelkemet is eladni, úgymond. Nem érdekli az embereket az örök élet, üdvösség, a lelkiség egyáltalán, mert azt hiszik, hogy a számítógép előtt ül, most már nem Z, már a Z utáni generáció ül a számítógépek mellett, nem sikerül valami, törlöm, és újra kezdem.
Indítsd újra című játékra gondolják az életet, de nem, az élet nem ilyen egyszerű és megismételhetetlen. Ezért vették komolyabban a reformáció tanításait. Öt latin mondatot fogok mondani, azt hiszem tavaly is elmondtam, de ha még ő Isten megsegít, akkor jövőre is el fogom mondani. Öt nagy tanítása van igazándiból a protestantizmusnak, és így a kálvini reformációnak. Az egyik az, hogy mindegyik így kezdődik, hogy egyedül, szóla. Az egyik az, hogy mindennek az alapja az a Szentírás, ezért szóla scriptura. Nem szabad mást hirdetni és mást mondani, mint azt az igazságot, ami a kijelentésben, a Bibliában, az életkönyvében van. Aztán ezt nem szabad a kíváncsiskodóknak, a kutakodóknak a kíváncsiságával forgatni, hanem élő hittel kell, ezért egyedül a hit által lehet az örök életet elnyerni, ezért sola fide, tehát sola scriptura, sola fide. A harmadik tanítás az pedig az Isten kegyelméről szóló tanítás, sola gratia. Az Isten kegyelme az, és az ő szeretete, amivel ezt a világot szereti, hogy megbocsátja az embernek a bűneit. És kiért? Szent fiáért, a megváltóért, az Úr Jézus Krisztusért, ezért üdvösséget nyerni, mert Jézus neve azt jelenti, hogy üdvözítő, ami magyar fordítva azt jelenti, és a Biblia tanítása szerint ezt vállaljuk és valljuk is, hogy üdvösséget, bűnbocsánatot és örök életet másnál sem keresni nem kell, sem találni nem lehet. Tehát sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, egyedül a Szentírás, egyedül a hit, egyedül a kegyelem, egyedül Krisztus által lehet örök élet üdvösségre jutni, és az ötödik ezért soli Deo gloria. Mindezekért Istené legyen a dicsőség. Egyedül Istené legyen a dicsőség. Talán ebben lehetne összefoglalni, és a reformáció gazdag tárházából ezt a tanítást lehetne a hétköznapokba bevinni, úgyhogy egy istentisztelet, egy 50 perc, egy óra, 10 perces istentisztelet egy héten egyszer, ami nem nagy idő, az lelki felüdülés legyen, ünnep legyen a monoteitásban, a megszokott egyhangoságban, hogy a lelkünkkel egy kicsit menj, belássunk, és emeljük fel erről a sárgolyóról a fejünket a mindenható Isten örökké való kegyelmét kérve, és az ő szeretetébe kapaszkodva, megerősödve élve a mindennapokat. Talán így szebb lenne, talán így jobb lenne. Különben a reformáció nem zárta le ezt a hitbeni megújulási szakaszt, mert van egy másik latin mondat, amelyik így hangzik, hogy Ecclesia semper reformari debet, magyarra fordítva az egyház mindig önmagában újul meg. Mi nem reformokat hozunk, nem tudom, hogy tavaly mondtam el, akkor nyakkendőben voltam, most nem. Egyik lelkipásztor társa, egyik püspök társa mondta, hogy a reformáció nem egy új egyházat hozott létre, hanem mint a nyakkendő összegyűrte, és utána látják, ez deformálódott az idő folyamán. Kisimítjuk, kivasaljuk a ráncait, a foltjait, kitisztítjuk, és akkor újra formáltuk, reformáltuk, ha úgy tetszik, az egyházat, a Krisztus egyházát. Úgyhogy most is van mit tisztítgatni, van benne folt is, meg van benne ránc is, meg gyűrődés is. Ilyenek vagyunk mi emberek. Calvin mondja, hogy ezerféle módon vétkezünk naponta, és még csak bánkódni sem tudunk igazán. Van mit odavinni az Úristen elé és bocsánatot kérni, hogy a viszontlátás reménységével tudjuk azt a szép, de nehéz vándorutat befejezni itt ezen a sárgolyón. Október 31-én ünnepeltük a reformációt, november 1-e minden szentek, november 2-a halottak napja volt. A lelki feltöltődés valahol itt is nagyon fontos. Hát igen. Én most a minden szentek ünnepéről nem kívánok beszélni, ezt meghagyom
tanult kollégámnak, a római katolikus plébános úrnak. Nem mintha nem tudnánk érdemben egy jót beszélgetni róla. De a halottak napjára szeretnék most egy kicsit rávilágítani. Sajnos, mi magyarok nem is annyira az élet kultuszát gyakoroljuk, óriási ereje van a halott kultusznak, a temetőjárásnak, a sírok gondozásának, micsoda síremlékeket állítunk, mind az örökkévalóságnak, pedig nem a temetőben van az örökkévalóság, hanem az Isten országában, a mennyek országában. Nem akkor kell kedves szeretteinek százezreket, milliókat igénybe vevő ajándékként síremléket állítani, amikor már meg se tudunk szólalni, szót se tudunk váltani, meg se tudjuk ölelni vagy csókolni őket, meg bocsánatot se tudunk kérni, meg adni se adtunk, meg segíteni se segítettük életükben. Nem oda temetőbe kell, életében kell ezt az embernek úgy megélnie, ahogy az isteni tanítás szól, szeresd fele barátodat, mint magadat. Ja, nem lehet, mert ő román, mert ő cigány, mert ő migráns, mert ő kövér, mert ő öreg, mert ő beteg, mert... És jönnek az érvek. Hát, ha a Jóisten is így bánna velünk, akkor nagyon-nagyon kevesen lennének az ő kegyelmében részesülők, mert volna mit szégyeljen rajtam is, meg máson is, mondtam ezt a az ünnepi prédikációmban is. Az élet tisztelete, az élet szeretete sokkal fontosabb, mint a halál. A reformáció éppen erre hívja fel az öt szólusban, ahogy mondtam, hogy egyedül Krisztusért, egyedül Isten kegyelme révén, egyedül hit által lehet az örök életet és üdvösséget elnyerni, mert enélkül örök kárhoz, az is örök. A kárhozat, a szenvedés, a poklok, pokla, kínja, kínok, kínja, de nem a temetőben. Tehát az Úristen úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta érte, hogy valaki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. A legszentebbet, az egyetlen egyet feláldozta azért, hogy életem legyen. Hát akkor ne a temetőbe keressem. Jézus is mondja a tanítványoknak is, hogy mit keresitek a holtak közt az élőt? Mikor keresték őt, hogy Arimátia József sírkertjében. A Biblia arról tanít, hogy van egy látható világ és egy láthatatlan, ez egyszerre együtt él. A látható világ az a világ, amiben mi élünk, ez az anyagi világ. A láthatatlan világ pedig a léleknek a világ. És Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják, tanít a Szentírás. Ebben az anyagi világban, mert porból vétettünk, ugye az volt a legkisebb anyagi rész, amit látott az emberszem, egy körforgás van, ezt így tanulták, tanították az iskolában régen is, meg most is, meg így fogják nagyon sokáig még tanítani, míg iskola lesz. A sírt, hogyha feltárjuk 20 év múlva, mert rátemettünk valaki mást, por. Por és hamu, ugye? Leszünk és vagyunk, de a lelkünk az, mivel nem... az anyagi világ természete szerinti törvényszerűségek jegyében él, nem rozsdásodik, nem fagy meg, nem olvad el, nem korhad el, nem porlik el, az örökkévaló. Úgy vagyunk teremtve örök életűnek, hogy vágyunk rá. Csak elfelejtettük, miután kiszakítottuk magunkat az Isten ölelő szeretetéből, elfelejtettük, hogy nélkül ez nem megy, a bűn miatt. És úgy rendezkedünk be, úgy építünk házat, mindent úgy csinálunk, betonozunk az örökké valóságnak. 80 éves korunkban, aki megéri, adjon hálát a Jóistennek, úgy él, mint ha 20 éves lenne, és még tervezi a jövőjét. Pedig... az ember élet határ az nem az ember hatalmában van, az az Isten hatalmában van. Meghalnak fiatalok és öregek, mások már rég roskadozva járó, fáradt
nehéz utat megtett vándorok, és még élnek, ismét mások pedig még előttük a küzdés előttük a pálya, és egy lépésen tudnak tovább lépni, mert utolsó dobbant a szívük. Halottak napján ebben a kettősségben, ebben a feszültségben, ahol a születéstől a halálig átível, talán a megnyugvást keresi az ember, talán a megbocsátást késve kimondva viszik el a temetőbe a hozzátartozóik sírjához, talán a viszontlátás reményében mondják és kérik, hogy a szentek imádkozzanak értük, hogy az Isten bocsásson meg, üdvösséget másnál sem keresni, nem kell sem találni, nem lehet csak Jézus Krisztusnál. Mutat fel a templomtorony hívoda, jöjjetek én hozzám mindnyájan, ott kell ezt a dolgot lerendezni, nem a temetőben. Hogy mégis miért a halott kultusz erősödött meg a magyarság gondolatvilágában, azt nem tudom, de a nótáink is, meg a népdalaink is sokszor a jó búsan kesergősek, meg a gyülekezetben is szeretjük énekelni azokat az énekeket, amelyek az elmúlásról szólnak, csuda tudja, jól kisírjuk magunkat, nem is az elhunyt szeretteinket siratjuk ott a temetőben, így halottak napján, hanem kisírjuk magunkból a bánatot, a fájdalmat, a görcsöket, a szorongást, a halálfélelmet, a betegség okozta félelmeket, és akkor, mintha egy mély lélegzettel friss levegőt szívna az ember, akkor megpróbál újra töltődni és újraindulni. De hát könyörgöm, a léleknek a lélegzetvétel az az imádság. Imádkozzatok és buzgón kérjetek, tanít az egyik énekünk szépen is. Jézus azt válaszol erre, hogy aki kér, annak adatik. A halott már nem tud semmit adni. Hangvadó poraiból nem támad fel, se úgy, mint a mitológiai sas, ugye? A feltámadás, az örök élet, az Isten drága ajándéka, kegyelme. A Jelenések könyvében azért olvashatjuk azt, hogy második halál, mert amikor meghalunk, azt mondja Pál apostol a korintusiakhoz írt levélben, hogy olyan, mint haludnánk. Nem álmodunk semmit, nem tudjuk, hol vagyunk, alszunk. A második halál, mikor felébreszt Jézus, mikor eljön ítélni élőket és holtakat, így mondjuk a hiszek egyben is, ugye, akkor nehogy azt mondja, hogy te nem vagy az enyém, nem ismerlek. Mert az a rettenetes a második halál, az a kárhozat, mikor külön válaszol a kecskéket és a juhokat. Ti az enyém vagytok, ti nem vagytok az enyém, attól óvjon meg az Isten mindenkit is. És ezt nem a temetőben kapjuk meg és találjuk meg, hanem az Isten tiszteletben, háladással, imádkozván és buzgón kérvén tőle. És ott aztán lehet mély lélegzetet venni sokszor. Lehet lelki erőt gyűjteni vasárnap a hétfőket, szerda, csütörtök, péntek, szombathoz. Azt mondta az édesapám, hogy aki hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton nem végezte a dolgát, az vasárnap se fogja befejezni, és nem fogja tudni elvégezni. Szomorú, mikor megyek ki belegbe, meg ötvösbe vasárnap ebéd után, amikor együtt kellene lenni a családoknak, meg beszélgetni, meg örülni az együttlétek ebéd utáni családi csendességben, családi körben, zúg a fűnyíró, kaszáljuk a füvet, harsányak azok a közösségi helyek, például a benzinkút asztalai tele vannak kávézókkal, üdítőt fogyasztókkal, és nagyon vidáman vannak azok a barátok, akik amúgy is együtt vannak egész héten, törzshely a benzinkút. Vagy ha másik irányba megyek el, akkor látom, hogy a bevásárlóközpontoknak a parkolói vannak tele autókkal, és nem egy ember ül egy autóba, amikor elmennek, hanem öten vagy négyen tele vannak az autók. Ezek az új templomai az embernek, vásárolni, menni, szórakozni, kikapcsolni.
egyél így áll én lelkem, de az éjjel el fogják lopni a lelkedet, ugye? Nem élünk örökké itt a földi létben, és ez sajnos elfelejtette ez a társadalom. Akinek már van halottja és siratja, és jár az ősei sírkertjébe, még az is a külsőségekben éli meg a halottak napját. Mert most már mindegy, hogy milyen felekezethez tartunk, már világító, már gyertya, már koszorú, drágább, egy kisebb nyugdíj szerintem nem is elég egy családnak, hogy végigjárja, akár csak a nagyszülőkig, vagy a egyik anyai és apai ágon is a sírkerteket. Óriási pénzeket fektetnek az emberek ebbe a kultuszba. Nem a halált kell tisztelni, és ünnepelni halottak napján, mert ilyenkor 100 kilométereket meg még többet utaznak az emberek, mert elmegyünk, mert ez a kötelességünk. Mit csináljak ott a temetőben? Az életet kell ünnepelni, Jézust kell ünnepelni, a feltámadást és az örök életet kell ünnepelni. Nem ezekben az új katedrálisokban és nem a temetőkben, hanem szív szerint és lélek szerint. Először magamban kellene rendet tennem a szívemben és a szellememben, a gondolataimban, mert ha vak vezet világtalant, akkor neki megyünk a falnak. Ha visszafelé nézek, mindig csak visszafelé, milyen volt bezzeg régen, meg régiek, meg a hitük is más volt, a gyakorlat, azok bezzeg járt a templomba, kicsik, nagyok, minden, akkor hátra nézek, akkor óhatatlanul valaminek neki ütközök. És amiben beleütközök, az mindig sebetejt, az mindig fáj, de lehet ez végzetes is. Tessék előre nézni. Lelki szemeinkkel egy kicsit menj belátni. Emeljük fel a sírhantokról a tekintetünket az égre. És dicsőítsük az Istent, hogy nem hagyott bennünket, hogy ott végződjön, értelmetlenül elporladjon egy élet, hanem örök dicsőségre hív és vezet bennünket. Talán így mondanék most a halottak napjával kapcsolatosan, és ezért számomra a halottak napja nem egy melankolikus, búskomor nap és pillanat, bár ilyenkor tiszta csoda, az idén még nem fagytak le a krizantémok halottak napjára, most olyan jó időt kaptunk. Számomra a halottak napja egy nagy memento. Memento mori, emlékezz a halálra, hogy jusson eszedbe az élet és Krisztus. Mindenki kérdezte tőlem, hogy tiszteletes úr, tetszett lenni a temetőben? Volt az édesapja sírján? Édesapja nagyon fiatalon, 57-es korában szívinfarktusban meghalt. A sírja ide 570 kilométerre van. És akkor mindig döbbenetet vált ki a válaszom. Nem. 10 éve nem voltam az édesapám sírján. Hát tessék mondani, mikor menjek el? Október 31-én reformáció ünnepe. Közben van még olykor-olykor egy-egy vasárnap, utána van a halottak napja, zajlik, megy az élet, akkor hogy tudjak gondolatban el tudok menni, de fizikailag nem tudom ezt a hatalmas utat megtenni ilyen rövid idő alatt. És nincs lelkiismeretfordulásom, mert szintén lelkipásztor volt, és 30 évig hirdett az igét abban a gyülekezetben, ahol most el van temetve. Most az idén nyáron sikerült a 3 fiammal és a feleségemmel egy főhajtásnyi időre kimenni a temetőbe, és örömmel láttam, hogy nincs elgazosodva a sírja, sőt, még ott valami fonnyadó, nem is herrat, még valami fonnyadó virág is volt a lebetonozott sírjára téve. Jó leső érzése töltötte, hogy még mindig van, aki szeretettel gondolt rá, pedig már igencsak idősek azok, akiket keresztelt, konfirmált, esketett, meg a gyerekeiket is keresztelte, konfirmálta, meg eskette, meg a szüleiket temette. Mindig azt mondta, hogy nem a sírnál kell sírni, és nem oda kell zarándokolni. Életünkben kell egymást szeretni. Életünkben kell egymást megbecsülni.
a mindennapokban kell hűségesnek lenni. Hát ezt a biblikus látást kívánom mindenkinek, mert szebb lesz az élete. Nem lesznek olyan szürkék a hétköznapok, és nem kell olyan buskomoran sírni kinn a temetőbe. Mert a gyertyák is elégnek, de a szívemből sosem fog kihalni a szeretet és a ragaszkodás. És adja jó Isten, hogy az a láng, amit a Szentlélek gyújtott a szívemben, és az a hit, a hitnek a pislákoló lángja, az élet nagy viharaiban, a halálban se aludjon ki, hanem jelezze: Uram, én a tiéd vagyok. Köszönöm, hogy megváltottál. Köszönöm, hogy a tiéd vagyok. Köszönöm, hogy értem adtad Jézus Krisztusnak, aki érettem miattam, elszenvedte a halált, a poklok kárhozatát, és feltámadásával nekem életet adott. Mondhatnám azt, hogy halleluja, vagy hurrá, vagy hajrá, ezekkel a mai modern szavakkal, de jó, hogy így van, Uram. Nekem a halottak napja ezt jelenti, nem a temetőt. Hát ezeknek a gondolatoknak a jegyében kívánom, hogy akkor mindaz valóra váljon, és úgy teljesüljön, ahogy elmondta, és minél tovább égjen az a láng. Köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen is a lehetőséget, és szeretettel köszöntöm minden nézőjét az Atát TV-nek, és minden munkatársát. Köszönjük szépen. Kedves nézőim, mai adásunk ezen véget ért. Tartsanak velünk egy hét múlva is, további szép estét, kellemes időtöltést kívánok, viszontlátásra! Ezer-12-ben merült fel először a gondolat, vagy lehetőség. A kaposvári baptista gyülekezet vezetősége szólt, hogy indulna egy ilyen pályázat, aminek a keretén belül megvalósíthatnánk itt Nagyatádon is egy családi napközit az ő segítségükkel. 7-5-ig várjuk ide a családi napközibe. A kezdés a szülők munkarendjéhez van igazítva. A napi játék mellett biztosítunk étkezést is, napi 4 étkezés várja itt a gyermekeket, reggeli 10 órai ebéd és uzsonna. A gyerekek egész napos játéka mellett és foglalkozások mellett van egy kiemelkedő foglalkozásunk, ez a zenei foglalkozás. Itt a gyerekek megismerkedhetnek a hangszerekkel, zenés éneklés folyik, és zenés tornával is várjuk a gyermekeket, amit nagyon élveznek a gyerekek. Családias légkörben fogadják a gyerekeket. Nagyon tetszett, hogy mi kezdőként jöttünk ide, és tudtuk, hogy hétfős gyerekcsoporttal működik majd. Nagyon-nagyon szimpatikusak voltak maga az Edith és a Nóri néni. Igen, a kis csoportnak nagyon nagy előnyei lehetnek. Másrészt, mind szakmailag, mind anyaként azt gondolom, hogy nagyon fontos az, és nagyon jó érzés látni, hogy a gyerekeinket igyekeznek maximálisan személyes figyelemmel kezelni, és a lehető leginkább személyesen megismerni, hogy megkapassák azt az egyedi figyelmet, amire szükségük van ahhoz, hogy egészségesen fejlődjenek. Szerintem nagyon összeszokott csapat jött létre, imád ide járni, nagyon szeret itt lenni, problémákat jelentett nálunk, hogy otthon, hogy egy személlyel, tehát csak velem aludt el a lányom. Itt már válogat, tehát egyszer Edith nénivel, egyszer Nóri nénivel alszunk el. Leginkább
Talán az volt a legfőbb cél, hogy szeressenek idejönni ezek a gyerekek. Nagyon-nagyon fontos életkor, 3 év alatt vannak, tehát nem óvodások, nem kötelező még itt lenniük, úgymond, viszont valami miatt a szülők úgy döntenek, hogy 3 éves kor alatt is szükségük van egy ilyen szolgáltatásra. Valahol anyukát nem lehet pótolni, de valahol mégis egy anyát kell pótolnunk, és ez nagyon-nagyon nehéz feladat, nagyon-nagyon sok szeretetet igényel. Maga az egész légkör azért tetszik, mert kevesen vannak, teljes odafigyelést kapnak, kompromisszumokra is nagyon képesek, tehát rugalmasak. Ha a kislány éppen nem azt akarja, amit ők akarnak, akkor először más dolgokat csinálnak, és akkor egyre jobban beleviszik abba, amit végül is kell csinálni, úgymond. Mindenkinek csak bátran ajánlani tudom ezt a napközit. Tavasz beköszöntével újraéled a természet, de ha nem óvjuk, az emberi gondatlanság végzetes lehet. Az erdő és egyéb vegetáció tüzek a jelentős anyagi károk mellett az állatok és az emberek életét is veszélyezteti. Egy tűz eloltása akár egy hét, a károk helyreállítása akár 100 év is lehet. Előzzük meg a tűzeseteket. Ne hagyjunk tüzet őrizetlenül. Ne égessünk tarlón vagy nádasban. Erdőben is csak a kijelölt tűzrakó helyeken gyújtsunk tüzet. Vegyük komolyan a tűzgyújtási tilalmat. Ne feledjük, körültekintéssel a tűzkár elkerülhető. Adásunk híreit az interneten is nyomon követhetik. Honlapunkon folyamatosan tájékoztatjuk nézőinket a legfontosabb közéleti, kulturális és sporteseményekről. Emellett színes és egyre bővülő képgalériával várjuk látogatóinkat. Összeállításainkat a videógalériában, illetve a YouTube csatornán bármikor visszanézhetik. Aktuális adásaink időpontjáról, témájáról is tájékoztatást nyújtunk oldalunkon. Ha friss információk érdeklik, ha többet szeretne tudni a város mindennapjairól, kattintson a www.nvtv.hu oldalra. Nagyatádi Városi Televízió, mert rólunk szól.